egy kicsit volt. Azt nézd, hogy ez a szerencsétlen srác bármit csinált a királyi családba, de tényleg mindig ő belőle tehát balhét fújtak köré. Ugyan, na most ő neki ez maradt volna az egész élete, hogy ott marad a királyi családba, a testvére szépen egyszer király lesz, mert ott lesz, és akkor ő egész életében azt fogja kapni, hogy na hát, megint elköltötték a pénzt, na hát nem csinálok semmit, ő kivált innen, és annyi pénze lesz egy sorozatból, vagy mi ez, realityből, amiből zsebre rakja az egész királyi családot. De ne haragudj, ez szerinted a Harry találta ki? Tehát nem az a lány, aki egy sikertelen színésznő volt. Láttátok a főnököt? No, már ne legyél. Micsoda? Hát gyerekek, egyetlen egy, nem volt film, amiben szerepelt. Hány olyan színésznő van, könyörgöm, akik tehetségesek, ügyesek, és nem jutnak szerephez, és ja. Hány olyan van, aki tehetségtelen, és egyébként szerephez jutott, szóval nem ez hát alapják rá. Oké, és akkor még hát a de akkor színésznő hány... volt, várjál, színésznő volt, nem ment neki. Hát láttad a Förtelmes főnökökbe egy FedExes lányt játszott. Még azt is így állt a hajét. Meghoztam, ott udvaroltak neki, hogy ja, tényleg ez valami. De most milyen szerencsés, mert most reality-be kell lenni, tehát nem kell színészkedni. Igen, de azért ott is egy picit kéne. Modoros lesz ott. De nem is az, hogy színészkedés, hanem, mert ő már föladta, azt mondta, hogy ő hercegnő akar lenni, és ezt a vöröshajú kisrácot, aki 8. az öröklési rangsorba, tehát semmi esélye, hogy király legyen, fölszedi. Tehát ő Mivel nem? Hát nem tudom, alapvetően nem feltételezem a rossz indulatot róla, de ha én van, akkor az ő baja. Ez milyen rossz indulat? Ő sikeres szeretne lenni. Színész, a Grace Kelly, ugye nem ő volt a... De nem lehet az, hogy szereti? Azért nem egy annyira visszataszító. Szerintem a világon az egyik leghelyesebb pasar. Hát akkor meg most miért? Kicsoda, de várjál már! Hát szőke szemöldöke van. Hát de miért ne szeretem? Hát megpuszilom a monitor. A szőkeszedő. Tényleg, egyet hát jobbról, egyet balról. Hát gyerekek, ne haragudjatok már. Hát, őszinte, igaz tényleg, szerelem lehet. Tényleg, hogyha ülne ott, akkor úristen, miért hát, ne lehetne őszinte? Tényleg ezen mindig össze fogunk veszni? Tényleg ez állandói pali lesz. De akkor miért nem mondta? A Meghan azt mondta neki, hogy ne maradjunk a királyi családba. Ha annyira szereti, nem, annyira szereti, jól van. Én is hozok áldozatot. Te maradj ott, én kilépek. Jaj, nem, én majd hát az hogy tudnának? Hát de hogy tudnának? Mert azzal zsarolta, viszont akkor nem alszunk együtt. Ja, hát ezt nagyon tudod. Hát nem is, nem ott élsz a királyi családban. Ez a csaj lemondott az életéről azért, hogy ezzel a sráccal legyen, beházasodott a királyi családban. Locsoljál föl! A csaj mondott le az életet. A csaj mondott a magánéletéről. A csajnak nem volt élete. Ezzel egyet. A csajnak nem volt élete. Előtte nem jegyezték. Miután hozzáment a Harry. Hát is. Az, hát lehet, hogy őt, hát minket is. Én tudtam előtte is ki őt. Igen, az kell, az kellett neki a fémre. És persze, hogy most érted, ha most belőlem valaki kirangatna a gyerekeimet, és akkor elvinni egy másik kontinensre, mert ő neki nem jó a Gáspárék rezidencia, hát lehet, hogy két olyan sallert kapna, hogy be... De most őszintén, melyik nő, vagy milyen nőre mondanátok az ellenkezőt, aki szintén herceg? Az anyámra, ja. Na, most komolyan, de... tehát aki szintén herceg? Igen. És az ki? Vilmosnak a feleségek. Ja, nem. Tehát szerintem bárki lenne, nem lenne jó, mert... Nem, a Katalin be tud illeszkedni. Láttad, hogy néz ki szülés után? Ne, hát akkor, mint előtte sem. Akkor nézzük úgy, akkor ez a csúnya Katalin egész életében arra nevelték, hogy ő egyszer királyné legyen, és elvette, hozzáment a herceghez, hogy ő egyszer királyné. Persze, és közben arra kiderült, ugye, hogy csalja is őt a férje. Jó, de az pletyka, azt nem bírom elhinni, hogy egy ilyen gyönyörű, szép nőt, mint a Katalin. Én meg azt nem bírom elhinni, hogy a Megánt, hogy így beszél, már a pénzről elmegyünk majd. Hidd el, és milliárdokat keres. Hidd el, nem jó. Század annyi részéért is elvallottam volna, hogy győzikes volt. Nem jó úgy leélni egy életet, ha egy családtagod miatt az egész életben ismert, hogy valamiért. Ők most maguk akarnak teremteni valamit. Igen, én is ebben. Pontosan a saját életüket akarják meg. Én ezt tényleg nem bírom tovább hallgatni, ezt a hisztériát. Jó, bocsánat. Nem, tényleg, ilyenkor mindig a adás végén. Savanyú a szőlő. Nem, egyáltalán nem savanyú a szőlő. Lehet, hogy a Harry nem akarja, hogy a... Az anya sorsára jusson. Mondjad, mit mondtál? Hogy nem akarja a Harry, hogy a feleség az anya sorsára jusson, hogy kicsinálja őt a családi. Nem én mondtam. Én az előbb ugyanezt gondoltam. Én ugyanezt gondolom, amit te mondasz.